Az első magyar zöldrendszámos hidrogénbuszt a miskolci utasok is díjmentesen kipróbálhatják. A jármű Debrecen után érkezett február elején a városba. Az első héten a 21-es és a 101-b-s vonalon közlekedik, de egész hónapban több különböző útvonalon is részt vesz majd az utasok szállításában. A modern jármű előnye, hogy a káros égéstermékek helyett a kipufogóból vízgőz távozik. Az MVK telephelyéről oda visszautaztunk mi is a járaton. Erről láthatnak riportot. Ezt a járművet nagy nyomású hidrogénnel töltjük, nem pedig akkumulátor vagy kábelről. Itt található a töltőcsonk, egy gyors csatlakozó, amelyre a pisztolyt, ha ráhelyezzük, 350 bar gázfázisú hidrogénnel töltjük fel. Hát, mint látható, körülbelül 100 bar van benne, nem sokára tankolni kell. Egy teljes töltettel körülbelül 400 km tud elmenni a jármű, 30-32 kg a teljes töltet. Az MVK telephelyére egy mobil hidrogéntöltőegység is érkezett február elején az autóbusszal együtt. Ez biztosítja a jármű üzemanyag ellátását. A töltés akkor kezdődhet, amikor a töltőcsonkra ráhelyezik a pisztolyt egy gyors csatlakozóval. Mielőtt a forgalomba kimegy a jármű, az elején és az oldalán lévő kijelzőt is felprogramozzák a telephelyen, hogy az utasok is tudják, hogy hol lesz a végállomás. Mi is felszálltunk a buszra, és az utazás idején tapasztalt élményekről érdeklődtünk. Nagyon szép, nagyon tetszik. Csak alig tudtam feljönni az ülésre. Én is először utazom rajta, és nekem is kellemes, meg tetszik. Csak valahogy, mintha kevesebb ülőhely lenne rajta, de amúgy szerintem jó, mert ugye a gyerekeseknek is, ha nézzük, akkor elég hosszú ez a távolság, ahova be tudnak állni, úgyhogy nekem tetszik. Első utazás terén nekem bejött, kényelmes, kellemes, halk. Mondjuk ez gondolom függ a sofőrtől is, hogy ki hogy vezet. Nekem ez a busz tetszik, bejött. Pár napja láttam a forgalomba, most ülök először rajta, nekem bejött. A búzatéren bevásároltam. Nagyon jó, hogy a 101-b-s busz végig megy a Berekalján, hogy nem kell átszállni. Ezeknek a környezetbarát buszoknak nagyon-nagyon díjazom az ötletét, mert rettenetes a közlekedési szennyezettség, és hát a gyerekeinknek, az unokáinknak a jövője ezen múlik, hogy most hogy őrizzük meg a környezetet. Ez nagyon-nagyon szép ez a busz, halk is, nem ráz, mint a másik, a régiek, úgyhogy remélem, hogy be fog válni, és hogy egyre több lesz itt a városban. Molnár Attila, az MVK munkatársa, műszak után másodszor választotta hazautazáshoz az autóbuszt. A második alkalommal utazom ma ezzel a járművel. Éppen tegnap délben második részben jöttem dolgozni, akkor utaztam vele. Nekem kellemes tapasztalataim vannak vele. Ugye egy városi közlekedésnél szempont, hogy környezetbarát ugye jármű, és kényelmes, csendes, ami igazából a legfontosabb szempontok. Nekem tetszik, nekem úgy mondom, hogy én nem bánnám, hogyha esetleg több jármű is járna a Miskolc utain. A jármű vezetője is elégedett az autóbusszal. Dobosi János szerdán 4 fordulót tett meg a járattal, a Szondi György utca és Berekalja között. Én is csak pozitívan tudok róla nyilatkozni, hogy igen, jövőbe mutató jármű ez a Solaris típusú autóbusz, ami hát tényleg
maximálisan kielégíti az utasok kényelmét is, az autó buszvezetők kényelmét is, vezetés technikailag nem kell mást vezetni. Arról, hogy hogyan került a busz Miskolcra, az MVK autóbusz közlekedési igazgatóját kérdeztük. A Humna ZRT a tavaly évben közbeszerzést írt ki, arra vonatkozóan, hogy két darab üzemanyagcellás hidrogén autóbuszt szeretnének tesztelni. Egyrészt az utasoknak a reakcióira kíváncsiak, másrészt pedig a döntéshozóknak is szeretnének, hogy a jövő technológiája, egy környezetbarát technológia hogyan tud majd Magyarországon meghonosodni. Az autóbusz Debrecenből érkezett Miskolcra, ezután a kecskeméti, a kaposvári, az alaegerszegi és a győri utazóközönség is megismerheti majd. Az év végéig még újra bejárja mind a 6 várost, hogy eltérő időjárási körülmények között is üzemeltetési tapasztalatokat gyűjthessenek a döntéshozók. Ezért ez az autóbusz most jelenleg ugye február elejétől február 29-ig található itt a városunkban. Legközelebb majd a nyár folyamán még egy hónapot itt fog tölteni ez az autóbusz. Különböző időjárási körülmények között, illetve nem csak időjárási körülmények, hanem nagyon fontos az, hogy nálunk azért vannak dombok és hegyek a városban is, és a városi közlekedésben az erre gyakorolt hatást szeretnének, hogy mégis milyen fogyasztása van egy ilyen autóbusznak ilyen körülmények között, mint ami itt a miskolci városnak a domborzata. Tulajdonképpen egy elektromos hajtású autóbuszról beszélünk, tehát a már most ugye másfél éve itt lévő elektromos autóbuszokhoz hasonló jellegű és stílusú. Itt az üzemanyagnak az ellátási rendszere az, amely más, és a környezetbarát szempontok ugyanúgy nagyon nagy hangsúlyt jelentenek, illetve ez ugye a legtisztább üzemanyag forrás jelenleg a közösségi közlekedésben. Ez a Solaris jármű gyárnak a terméke. Ugye a lényege az, hogy tulajdonképpen egy elektromos elektromotor hajtja ezt az autóbuszt, amelyik elektromotorba az akkumulátorhoz szükséges, illetve az akkumulátorba szükséges energiamennyiséget, azt a hidrogénnek a kémiai reakciója során állítja elő. És tulajdonképpen vízgőz az, ami végtermékként ebből a járműből kijön, ami ugye teljesen veszélytelen és nem káros az egészségre. A másik járművet Budapest agglomerációjában üzemelteti egy évig a Volánbusz. A járművön a tesztidőszakban ingyenesen lehet utazni, 75 fő befogadóképességű ez a jármű. Most jelenleg a héten a 21-es és a 101-es vonalon látható ez a jármű. A jelenlegi pályázati kiírások, amik ismertek számunkra, vagy tervezett pályázati kiírások, minden esetben általában ugye azt a környezetkímélő technológiát tudja támogatni, ami egyrészt az elektromos jármű, másrészt pedig ezek az üzemanyagcellás járműveknek a meghonosodása. Így nyilvánvaló, hogy terveinkben szerepel egy ilyen rész is, de hát egyenőre a teszt eredményei azok, amik majd megmondják, hogy ténylegesen megéri-e üzemeltetni, illetve hogy milyen komolyabb beruházás szükséges ahhoz, hogy ez a jármű meg tudjon ragadni itt. Arról, hogy éppen melyik vonalon jár a hidrogénbusz, az MVK közösségi oldalán tájékoztatják az utasokat.